Rizikófaktor együttes előadásával vette kezdetét múlt hét pénteken az Őszhúrja Zsong nevet viselő mártonnapi irodalmi találkozás a Csellei Házban, ami egyben a Múzeumok őszi fesztiváljának záró eseménye is volt. A csaknem két hónapig tartó programsorozat keretében idén is színesebbnél színesebb programokkal várták az érdeklődőket a Hansági Múzeum intézményeibe és kiállító termeibe. A programok részben zenei programok, részben irodalmi programok voltak, illetve nagy súlyt helyeztünk ismételten arra, hogy az iskolásokat is megszólítsuk, és bemutassuk a muzeológiai munkát, hisz talán egy kicsit távolinak tűnik, hogy mi is történik valójában a múzeumban, mivel is foglalkoznak az itt dolgozók, és ennek keretében bepillantást nyerhettek a diákok, a látogatók abba, hogy mit csinál egy régész, mit csinál egy muzeológus, mit rejtenek a raktárak. A János Somorjai Rizikófaktor nevű együttest 2009 táján alakították egy költészetnapi est után. Ahogy olvasható a zenekar bemutatkozásában, fontosak számukra az irodalmi értékek, az igényes szövegek és a pop-rock alternatív zene összekapcsolása. Céljuk, hogy a zenén keresztül megismertessék a verseket, megmutassák a mai kor emberének, hogy a nyelvi irodalmi értékekre mekkora szükség van napjainkban is. A Rizikófaktor pedig nem először lépett fel a Csellei Házban, ahol ezúttal őszi témájú és saját dalokat is hallhatott a közönség megzenésített versek mellett. Nagyon szeretjük a helyet, mert több számnak is ihletője volt a hely, főleg a Gyurkovics megzenésített versek kapcsán. Igazából a hely adta a témát, hogy kezdjünk el Gyurkovicssal foglalkozni, és most már 6-8 számot feldolgoztunk, úgyhogy egy nagyon fontos eleme a zenekar repertoárjának. Mosolyogva néz a földre a szerint napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal. Szeméből is látszik, hogy csak álmosan, de nem beteg. Az eseményen természetesen részt vettek a csütörtöki szalon versmondói is, akik szintén a legtöbb irodalmi est főszereplői a Csellei Házban. A mártonnapi program csúcspontja természetesen a borkóstolás volt, ahol az új borokkal is megismerkedhettek a résztvevők.